Sziasztok! A mai videóm ihletője a Nemzetközi Férfi Nap, amelyet minden évben november 19-én ünnepelnek világszerte. 1999-ben indult a kezdeményezés, amelynek elsődleges célja az volt, illetve azért volt rá szükség, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira, mentális jólétükre, illetve arra, hogy milyen egyéb kihívásokkal kell szembenézzenek, amelyek gyakran egyébként háttérbe szorulnak. Több mint 70 országban ünneplik, Magyarországon 2009 óta, és ilyenkor egyébként rengeteg program, kampány és kezdeményezés zajlik. Az irodalomban számos olyan fikciós férfi karakter van, akiket megkedveltem, akiket sohasem feledek el, vagy éppen olyan, akitől a hideg is kiráz. Ezek a férfiak hősök, tragikus figurák, vagy antihősök. Érzékenyek, sebezhetőek, lázadók, különcök, humorosak, moralisták, rejtélyesek, eszesek, sikeresek, és még számos jelzőt sorolhatnék. 10 olyan karaktert gyűjtöttem össze, akiket én fontosnak tartok, és akikről szívesen beszélek most egy videó keretén belül. Így kicsit a férfiaknak is adózva, és ünnepelve őket ezen a napon. És hát a koncepcióm az az, hogy minden férfi karakter előtt fogok mondani egy üzenetet feléjük, és talán ebből már ki is fogjátok találni, hogy kiről van szó. Hát remélem, hogy tetszeni fog számotokra ez a videó, és hogyha van kedvetek, akkor ti is írjátok meg, hogy ti mely férfi karaktereket kedveltétek meg. Mielőtt még ebbe belevágnék, szeretném megmutatni nektek, hogy teljes lett a Helikon zsebkönyv gyűjteményem. Én már teljesen lemondtam arról, hogy valaha ez a kötet Alessandro Berico Selyem című kisregénye a polcomra kerül. 2017-ben kezdtem el gyűjteni ezt a sorozatot, és már akkor sem tudtam megvásárolni ezt a kötetet. Azóta vadáztam, próbáltam lecsapni rá, de mindig lemaradtam róla, valaki iszonyatosan drágán árulta, azt természetesen nem tudtam megvásárolni. De most egy nagyon kedves nézőm, aki nem a fővárosban lakik, elhozta nekem teljesen önzetlenül. Úgyhogy én rettentően hálás vagyok neked, köszönöm szépen. És kaptam tőle egyébként még egy kötetet, Giulia Cukától a Buddha a padláson, amiről egy szemezgető videó kapcsán beszéltem nem olyan régen. Úgyhogy ezek számomra óriási örömet jelentenek. Az első férfi karakter 1953-ban jelent meg a színen, és én ezt az üzenetet intézném neki. A könyvek tudást rejtenek, amellyel megtalálod a szabadságod és az egyéni gondolkodásod. Ne hagyd ezt az értéket elpusztítani. Ő pedig nem más, mint Guy Montag, a Fahrenheit 451 főszereplője, aki Ray Bradbury tollából született. Montag szerintem nem egy tipikus hős, de ahogy halad előre a könyv, fokozatosan megtalálja az identitását és a célját, amiért érdemes küzdeni, ezzel pedig minden olvasó és könyvbarát szívét meg tudja nyerni. Montag tűzőrként dolgozik, és az állam hűséges katonája. Az a feladata, hogy könyveket égessen. Ugyanis ebben a totalitárius rendszerben a könyvek veszélyesek, és az olvasás pedig be van tiltva. Azért, mert ez az elnyomó rendszer retteg attól, hogy valaki gondolkodjon, hogy véleményt formáljon, hogy önálló nézetei legyenek bármiről is. Montag elhiszi, hogy a könyvek az emberek boldogságának útjában állnak. Karakter igazából akkor kezd el érdekessé válni számomra, amikor megismerkedik Clarisszal, egy fiatal lányjal, aki arra ösztönzi, hogy kezdjen el gondolkodni, kezdjen el reflektálni az életére, és ebben a könyvek nagyban segítenek majd számára. Montag kezdetben szkeptikus, de elkezd érzelmeket táplálni a lány iránt, ezért megfogadja a tanácsát. És lám-lám, Montag elkezdi értékelni a könyveket,
és egyidejűleg pedig kezdi megkérdőjelezni az elnyomó rendszert. A második karakternek ezt az üzenetet mondanám. Légy hű magadhoz, ne engedd, hogy elbizonytalanítsanak. Kövesd a belső igazságod. Az élet túl rövid ahhoz, hogy mások befolyásolják a sorsodat. Hamletről van szó. William Shakespeare 1602-ben alkotta meg ezt a nagyszerű karaktert, és ezt a fantasztikus tragédiát. Azért kedvelem igazából Hamlet karakterét, mert egy roppant érzékeny és intellektuális fiatalemberről van szó, aki itt a történet során erkölcsi és filozófiai dilemmába kerül. Ő egy komplex karakter, ugyanis nagyon sokszor az érzelmei vezérlik, de közben pedig van egy határozott világszemlélete, amely itt a tragédia során megrendül, és még az élet értelmében is elkezd kételkedni. Hát súlyos tragédia éri akkor, amikor elveszíti édesapját, és ekkor Hamlet személyisége is megváltozik, ugyanis melankólikussá, cinikussá és keserűvé válik, közben pedig gyűlöli nagybátyát Claudiust, aki elfoglalta a dán királyi tront, és villámgyorsan elvette feleségül az ő édesanyját. Hamlet valódi tragédiája az, hogy az őt körülvevő körülmények és a saját belső konfliktusai következtében elveszíti mindazt, amit szeretett és értékelt az életben. Többé már nem tud bízni az édesanyjában, eltávolodik szerelmétől, Oféliától is, és hát ott lapul a ház falai között az intrika és az árulás, mind Claudius, mind pedig a barátai személyében. Egy nagyon sajnálható, tragikus figuráról van szó, akit gyakorlatilag a dilemmái felőröltek, és hiába minden bölcsesség, ha nem tudod uralni az érzelmeidet, és nem tudsz helyesen dönteni. A harmadik karakternek ezt üzenném. Monsieur, ön egy nagyon különc figura, de a detektív irodalom legszerethetőbb alakja, aki nem csak a bűnügyek megfejtését tárja fel éles eszével, hanem az emberi lélek mélységeit is. Az ön világában mindig diadalmaskodik az igazság és az erkölcsi tanulság. Szerintem ezt most mindannyian kitaláltátok. Agatha Christie legfontosabb karakteréről, Hercule Poirotról van szó. Én iszonyatosan kedvelem a kis belgát, akinek nagyon érdekes bajsza van, és amelyre ő különösen nagy figyelmet fordít. Egyébként is egy nagyon precíz és pedáns figuráról van szó, ez az öltözködésében is megmutatkozik, ő mindig nagyon igényes és elegáns. Saját elmondása szerint ő a szürke agysejtjeivel oldja meg a rejtélyeket, és találja meg a bűnöst. Egy kivételes intelligenciával, logikával rendelkező férfi, aki hát jártas a különböző kultúrákban, több nyelven is beszél, de ami szerintem igazán fontos és markáns jellemzője, az az ő erkölcsi értékrendje. Ez mindig megnyilvánul a regényekben, és mindent megtesz azért, hogy az igazságot, az igazságosságot és kiderítse, és hogy a jó győzedelmeskedjen. Azt szeretem még Poirotban, hogy Agatha Christie rengeteg humort és iróniát szőtt köré, ez megmutatkozik egyébként az excentrikus jellemén, és hát ezzel is egy picit könnyedebb hangulatot teremtett a regényekben, így a gyilkossági ügyek közepette. És egyébként pedig meg másik oldalról nézve, Agatha tollán az is érzékelhető, hogy mennyire tiszteli és nagyra tartja Poirot. És ezzel én is abszolút így vagyok. A negyedik karakternek ezt üzenném. Találd meg a belső békédet e kaotikus világban, ne hagyd, hogy elvesztenek az érzelmeid, és a cinizmus győzzön. Őrizd meg a gyermeki énedet. Az, hogy különbözöl, azt tesz téged különlegessé.
1951-ben született meg G.D. Salinger tollából Holden Caulfield, a szabhegyező főszereplője. Én azért tartom magam számára fontos fiúnak, mert egy roppant érzékeny és sérülékeny karakter, aki ráadásul még csak 16 éves, de jellemével már nagyon sok mindent tükröz. Holden éppen a gyermekkor és a felnőttkor átmeneténél tart, és nem nagyon tud eligazodni a világban, sőt, mondhatni, egy kicsit el is van veszve. Az ártatlanság és a rideg valóság közötti szakadékban rekedt. Ő próbálja megőrizni a gyermeki látásmódját, azonban szembesül a felnőttek világával, amely számára őszintétlen, kegyetlen és tele van kudarcokkal. Ahogy Holden számára kinyílik a világ, úgy kezd el az ő értékrendje is fejlődni, és a személyisége pedig cinikussá és szarkasztikussá válik. Nem nagyon tud kapcsolatokat teremteni, illetve azoktól, akik közel kerülnek hozzá, azoktól még el is menekül. Fél a változástól, retteg a veszteségektől, és a világ rohamos fejlődésén nem tud eligazodni. Szeretne ugyan beilleszkedni a társadalomba, de azt tapasztalja, hogy az a világnak az elvárásai azok nem egyeznek az ő lelki világával. Szerintem rettentően szerethető karakter, aki megmutatja azt, hogy bizony a felnőtté válás az nagyon sok fájdalommal és kihívással jár együtt. Az ötödik karaktert 100%, hogy ki fogjátok találni. Az igazi szépség belülről fakad. Keres valódi értékeket, amelyek előre visznek és állandóak. A külső idővel megváltozik, a belső viszont örök. Legyen az életed egy olyan festmény, amelyet az erkölcs, az empátia és a szeretet alkotnak. Oscar Wilde ikonikus figurája, Dorian Gray, az örök fiatalság és szépséget, valamint az erkölcsi romlás és a következmények nélküli élet kudarcait szimbolizálja. Dorian egy roppant jóképű és vonzó fiatalember, azt is lehet rá mondani, hogy egy ilyen angyali és mitikus jelenség. Ragyogó külsejével és kisugárzásával pedig kitűnik a tömegből, vonza a tekinteteket. Azonban Dorian tisztában van azzal, hogy a szépség az múlandó, és ez az állapot, ez véges. Lord Henry, a regény egyik karaktere, azt tanácsolja neki, hogy kezdjen el élni, legyen hedonista, élvezze az életet. Dorian pedig bizony ezt megfogadja, azonban ezzel az életfelfogással szép lassan Dorian elkezdi elveszíteni az emberi mi voltát, és erkölcsileg elfogadhatatlan döntéseket hoz. A címben szereplő arcképet Basil Hallward festette, és a maga szépségében ábrázolta Doriant. Azonban, ahogy a fiú erkölcsi romlása elindul, úgy kezd el a festmény is elcsúnyulni és torzulni. Eközben pedig Dorian fiatal és szép marad. A festmény, illetve az arckép az az erkölcsi elkorcsosulásnak a metaforája, ugyanis valójában a festményen látszik az, hogy milyen igazából Dorian lelkiállapota, milyen belső démonai vannak, és hogy bűntől roskadozik a személyisége. Dorian végzete és tragédiája nagyon sok mindenen elgondolkodhat minket, engem például azon, hogy mik is valójában az igazi fontos értékek. A hatodik férfinak ezt üzenném. Az igazi, beteljesülni, megélni hívó szerelem sokszor várat magára. De a hűség és az elköteleződés mindig értéket teremt. Tartsd fent a szenvedélyed, mert nem lehet tudni, mikor válik valóra az álmod, és jut el a szíved oda, ahol a helye van. 1985-ben alkotta meg Florentino Ariza karakterét Gabriel García Márquez a Szerelem a kolera idején című művében. Hát Florentino Ariza szerintem egy jó értelemben vett bolond, aki megszállottan szerelmes egy nőbe,
Akkor is, amikor a kiszemelt más utakon jár, amikor szinte semmi remény arra, hogy ez a szerelem valaha is beteljesüljön. Florentino azonban megmarad mindvégig egy romantikus idealistának, aki lélekben hűséges marad Ferminadesza iránt. Egészen 50 évig, és eközben 622 szerelmi vallomást küld a nőnek, amelyben egyértelműen kifejezi kitartását és elszántságát. Florentino az évek során számos testi kapcsolatot létesít más nőkkel, azonban soha nem hagyja, hogy ezek elmélyüljenek és bekerüljön az érzelem a részéről ezekbe a kapcsolatokba. Mert ő mindvégig a szerelmet azt Fermina irányába táplálja. És Florentino alakja valójában azt szimbolizálja, hogy a szerelem mennyi mindent képes túlélni. Például az önfeláldozást, vagy éppen a társadalmi szabályokat, az öregedést, vagy éppen egy másik félnek a jelenlétét. Jelen esetben itt ugye Ferminának volt egy férje. És ez a szerelem ugyan átalakult és változott az évek folyamán, de a kötődés és a szeretet az megmaradt, és igenis hatalmas ereje van. Én imádtam ezt a könyvet, és én Florentino karakterét is nagyon-nagyon kedvelem, tényleg annak ellenére, hogy ez egy őrültség, amit ő csinált. Kicsit úgy érzem, hogy ezek az üzenetek, amelyeket megfogalmaztam, némileg nyálasan hatnak, de én egy olyan ember vagyok, aki észreveszi másokban a jó tulajdonságokat, és ha arról van szó, akkor ki is tudom fejezni. És most ez a videó ugye erről szól. Jöjjön a hetes! A múlt néha fájdalmas emlékeket őriz, de ezek formálták a jellemed, és szolgálták a fejlődésedet. Te pedig nem hagytad, hogy rossz irányba tereljenek. Ahogy másokhoz közelítesz, az önzetlenséged, a jó lelked színt varázsolnak a szürkeségnek. A világ sokkal jobb hely, mert te a része vagy. A kedvenc Dickens-i karakterem Copperfield Dávid, Ebenezer Scrooge mellett. Dávid már pici gyermekkorában rengeteg fájdalmat és szenvedést tapasztal meg. Meghal az édesapja, és aztán édesanyja újra férjhez megy. A mostoha apja azonban kegyetlenül bántalmazza őt, és ha ez még nem lenne elég, akkor az édesanyját is elveszíti, ami után nevelő szülőkhöz kerül. Dávid szinte alig kap szeretetet. Gyakorlatilag szeretetlenségben nő fel. És ő mégis az ártatlan, jószívű és érzékeny fiú maradt. És az, hogy gyermekként ennyi sok rosszat tapasztalt, és gonosz és rossz emberek vették körül, azok még inkább megerősítették az ő erkölcsi értékrendjét, és ő ebből egyáltalán nem engedett. Akkor is az empátia, a jószívűség és a becsület vezérelte, amikor nagyon nehéz helyzetekben találta magát. Számos barátságot kötött, ahol szintén bebizonyította azt, hogy mennyire jó ember, ugyanis mindig segített annak, akinek szüksége volt rá, és figyelmet is megadta az embereknek. Szerintem ő egy roppant különleges karakter, és ez a könyv ez nagyon hányattatott sorsú, mert nagyon kevesen olvassák őt, de aki viszont belevág, az ne álljon meg a gyermekkornál, az olvassa el Dávid felnőtt korát, mert én azt gondolom, hogy az egy sokkal fontosabb része ennek a kötetnek, ennek a regénynek. A nyolcadik férfi karakternek ezt özenném. Valódi művészet az, ahogyan a rejtélyeket feltárod és megoldod. Éles elmédet a gondolkodásra használod. Nem engeded, hogy bárki letérítsen a megoldás útjáról. Néha a rendkívüli intelligenciád mellett feltűnik a makacságod és szociális ügyetlenséged.
A zseniknek is szüksége van az érzelmi intelligenciára. Vagy ezt a társadra bízod? Ez a férfi pontosan 100 évvel idősebb tőlem. Sherlock Holmesról van szó, Sir Arthur Conan Doyle, ikonikus detektívéről, aki 1887-ben tűnt fel először az irodalomban. És hát ő is Poirot-hoz hasonlóan egy nagyon különc és excentrikus figura, akinek bizony vannak szokatlan szokásai és rigójái. Ugye nagyon sokszor pipával láthatjuk őt ábrázolni. Ez azért van, mert ő sokszor a gondolkodáshoz a dohányzás használta rituálénak. És egyébként nagyon szeretett hegedülni is, a zene volt az ő fontos kikapcsolódása. És talán a legkirívóbb szokása az volt, hogy nagyon szerette a kokaint, de Conan Doyle azért is írta ezt bele sokszor a regényekbe, a történetekbe, mert akkoriban még a kokaint egy nagyon fontos gyógyszernek, gyógymódnak használták. Holmes karaktere nem egy megnyerő fickot sugároz, ugyanis viszonylag hűvös, tárgyilagos és racionális, az érzelmeket pedig háttérbe szorítja. De hát ő azt vallja, hogy a gondolkodáshoz, a logikához, ahhoz semmiféle érzelmi reakciót nem kell párosítani. De ezzel együtt mégis Holmes nagyon szerethető figura az ő egyedi személyiségével és humorérzékével együtt, és valljuk be őszintén, hogy a filmes, sorozatos adaptációk is segítettek abban, hogy Holmes ennyire szerethető legyen. Dr. John Watsonnal pedig mély és hűséges barátságot ápolnak. A közöttük lévő dinamika azt mutatja, hogy nagyon jól kiegészítik egymást, ugyanis Holmes a logika, Watson pedig az empátia, és azt gondolom, hogy pont a közöttük lévő kölcsönös tisztelet tette őket gyakorlatilag az irodalom legfontosabb detektív párosává, Holmes-t és Watson-t. Az utolsó előtti karakter szerintem a nők többsége szereti, vagy odáig van érte. Néha érdemes engedni a ridegségből, és hagyni, hogy az érzelmek vezessenek. Az igazi erő nem a büszkeségben rejlik, hanem abban, hogy az ember vállalja a sebezhetőségét, és képes beismerni a gyengeségeit. Mindenki hibázik, de megbocsátani és változni erény. Már nagyon régen olvastam ezt a könyvet, és ennek a férfinak általában a vezeték nevét szoktuk mindig emlegetni, már nem emlékeztem a keresztnevére, és hát meg is lepődtem, hogy Fitzwilliam. Mr. Fitzwilliam Darcyról van szó, Jane Austen ikonikus férfi karakteréről, aki jóképű, gazdag és szingli. Minden nőnek az álma. Azonban Austen első látásra számunkra egy nagyon lekezelő, arrogáns és büszke figurának festette le Mr. Darcyt. És ráadásul hiába tetszik meg neki Elizabeth Bennet, ő ennek ellenére rideg és elutasító és távolságtartó marad. Azonban akkor kezd el igazán a sarok között élni Mr. Darcy, amikor elindul az ő karakterfejlődése. Először csak arra ébred rá, hogy a vagyon és a rang az nem minden. Vannak sokkal fontosabb értékek az életben. És korábban elutasította az őszinteséget és az egyenességet, azonban hirtelen ráébred arra, hogy ezek mennyire fontosak egy ember személyiségében. És hát, ahogy ezekre ráébred, úgy kezd el az ő szemlélete változni, és végül természetesen a tetteiben is megmutatkozik ez. És mondhatni azt, hogy a regény végére ő egy valódi, igazi, érett, felelősségteljes férfivá válik,
és akkor itt lehet azt mondani, hogy na igen, ő már tényleg minden nő álma lehet. Közben az én kis sajszi még így az utolsó karakter előtt trollkodik egyet, és nem hagy békén, és mindenképpen ide akart jönni az ölembe. Úgyhogy megpihenek, és tartok egy kis szünetet. Egyébként azt el kell mondanom, hogy az utolsó karakter az irodalomban, úgy en bloc, az én kedvenc karakterem. Neki viszont nem fogalmaztam túlságosan hosszú üzenetet, csak próbáltam lényegre törő lenni. Bár a családod, az apád és a testvéreid nem mindig viselkednek példaértékűen, számodra fontos ez a kötelék, és mindig próbáltál segíteni nekik. A tiszta szíved a legfényesebb irodalmi alakká tesz téged. Elmondhatom azt, hogy a kedvenc regényemben van a számomra a legfontosabb férfi, vagy jelen esetben fiú karakter. Alexej Karamazov, a Karamazov testvérekből. Ő a legfiatalabb fivér, Dmitri és Iván kisöccse, és én azt gondolom, hogy ő a regény legfontosabb szereplője. Dostojevski kezdetben Alexejt, vagy inkább a regényben nagyon sokszor Áriósának van ő nevezve, egy eszményi és szent embernek, léleknek ábrázolja, aki egyébként az egyháznak szenteli az életét. Az alázat, az elfogadás, az empátia, az abszolút Alexej legfontosabb tulajdonságai, és emellett pedig egy szeretetteljes, tisztelettudó fiú, ami nem nagyon mondható el az ő édesapjáról és a bátyairól, szöges ellentéte Alexej a családtagjainak, de ő mégis nagyon szereti őket, és próbál útmutatást adni nekik az életben, ahogy sok más karakternek is. De Dostojevszki mitől olyan zseniális? Hát az, hogy tud egy másik fajta árnyalatot is adni ennek a karakternek, egy emberi alakot, hogy ne csak az erkölcsi példaképként tűnjön fel Alexej, hanem ott legyen az, hogy bizony neki is vannak emberi tulajdonságai. Ilyen például az, hogy ő is elbizonytalanodik sokszor. Neki is vannak kételjei, és a hite ellenére azért nem mindig találja a megfelelő utat a profán és a szent lét között. De Ájósá az a fiú, aki mindegyik irodalmi alak közül számomra a leghitelesebb, és én nagyon tudok vele azonosulni. Tudnám még órákig dicsérni őt, de most nem szeretném, legyen ennyi elég. Ez egy nagyon nehéz könyv, de mindenkinek javaslom, hogy olvassa el, mert ez a magas irodalom csúcsa, a Karamazov testvérek. Természetesen ez a videó is a teljesség igénye nélkül készülhetett el, rengeteg ikonikus figurát kihagytam, de remélem, hogy így is tetszett számotokra. Ha van kedvetek, akkor pedig kommenteljetek, írjátok meg, hogy számotokra kik a legfontosabb férfi vagy fiú karakterek. Szerdán jövök a szemezgetővel. Addig olvassatok sokat, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!